Magyarország Európán belül mindig is a félperiférián helyezkedett el. Bár több olyan szakasz is adódott a történelmünkben, amikor közeledtünk a nyugat-európai gazdasági és kulturális színvonalhoz, a rendszerváltás utáni időszak nem volt sikeres országunk felzárkózása szempontjából. Erről Romsics Ignác történész beszélt a Magyar Vállalkozói Szalon 20. évadának fél évzáró rendezvényén, a Donautica étterem és hotelben, Faddomboriban. Az előadás címe Félperifériától a félperifériáig, ami egy nagyon talányos főcím, de az alcím azt hiszem jobban eligazít, és ez az, hogy utunk és helyünk Európában. A története az, hogy 2 évvel ezelőtt írtam egy könyvet, aminek az a címe, hogy Magyarország története, és ebben megpróbáltam áttekinteni Magyarország történetét és a magyarok történetét a honfoglalástól napjainkig. Ennek az egyik fontos szempontja az volt, hogy a mindenkori helyzetünket az európai centrumhoz, a fejlett országhoz és a fejletlen országhoz viszonyítva próbáltam meghatározni, és ebből az előadásban, ami most itt el fog hangzani, ennek a kvintesszenciáját, a leglényegét emelem ki, hogy hogyan viszonyultunk Európa nyugati feléhez, vagy a Balkánhoz, amikor idejöttünk a 9. század végén, Mátyás király alatt, 19. században és napjainkban. Ezt a viszonyulást jelenti a címben szereplő félperiféria kifejezés. Ez egy mondjuk amerikai történésznek, Emmanuel Wallensteinnek a találmánya, aki a kora újkor és az újkor történetéről írva a világot centrumra, perifériára és félperifériára osztotta. És mi mindig egy olyan köztes helyzetben voltunk, hogy minden törekvésünk ellenére nem sikerült egy angol, francia, spanyol szintet elérni, de mindig jobban álltunk, vagy majdnem mindig a balkáni országoktól. Ez egy ilyen kelet-közép-közép-kelet-európai átmeneti helyzet, amit a 19-20. Században nagyon jól le lehet már mérni az egyfőjött nemzeti jövedelem alakulásán, korábbi időszakokban pedig más segédeszközökkel, a templomok nagysága, egyetem alapítás, analfabetizmus, könyvállomány, stb. Olyan fogódzók, amelyek hát segítenek meghatározni azt, hogy hol is tartottunk, és a konklúzió az az, hogy valószínűleg Mátyás király idejében voltunk legközelebb Európának a fejlett centrumához. Ez alapján az ország több mint 1000 éves története alatt csak kisebb változások tapasztalhatók. Az egyfőtő nemzeti jövedelem alapján, az internetes ellátottság alapján, gépkocsi ellátottságunk alapján, minden alapján a nyugathoz képest több-kevesebb lemaradásunk van, de a balkáni országokhoz még a legutóbbi időkig is előnyt élvezünk. Úgyhogy ugyanez volt a helyzet több száz évvel ezelőtt is. Itt a változás az, ugye ezt lényegében egy minden országnak a földrajzi helyzete, nyersanyagbázisa, tengerhez való közelsége és a munkakultúrája határoz meg. Most ezek közül egy tud változni, a munkakultúra, de az is nagyon lassan. Az nem változik, hogy nincsen tengerünk, ha csak a Balatont nem számoljuk annak, ugye? És nincsen olyan nyersanyagkincsünk, amivel hát nagyon meg tudnánk ugrani. És ekkora ország, mint Magyarország, ez nem képes bizonyos modern technológiai eszközöknek az előállítása. Nem csak mi, más se tud repülőgépet gyártani, űrfegyverekről nem is beszélve. A 19. században egy bajai kovács, 19. század elején még elő tudott állítani egy hajót. Nem sokkal azután, hogy Nyugat-Európában is előállították, és a vasúthálózatunk is megfelelt az akkori szintnek. Ahogy haladunk előre, egyre nagyobb tőkeigénye van mindenfajta beruházásnak, és ezt egy kis ország nem tudja produkálni. Úgyhogy ha visszatérve a kérdésre, azt kellene mondanom, hogy hol tartunk ma, akkor azt mondanám, hogy az egyfőtő nemzeti jövedelem szempontjából körülbelül ott, mint ezelőtt 20 vagy 30 éve. Ha az egész 20. századot nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy a 19. század második fele, a dualizmus időszaka, 1918-ig, az egy sikeresebb időszak volt, egy fölzárkózó időszak volt. A Horthy korszakban nem javult, nem romlott a helyzetünk, a Kádár korszakban egyértelműen romlott, nem csak magunk miatt, vagy nem elsősorban maguk miatt, hanem a geopolitikai helyzet miatt, és a nagy meglepetés az, hogy a rendszerváltás 30 éve alatt sem tudtuk átugrani a saját árnyékunkat. A professzor szerint az oktatás fejlesztése és a középosztály megerősítése a felzárkózás kulcsa. Minden országnak magának kell megtalálnia az eszközöket, és vannak példák, mert ha Finnországot nézzük, Írországot nézzük, Dél-Koreát nézzük, akkor meg tudjuk fejteni, hogy hogyan lehet egy fél évszázad alatt jelentősen javítani a pozíciókat. Akármelyiket nézzük, az biztos, hogy mindig az oktatás egy kulcskérdés. Az pontosabban, hogy egyrészt mi van a gyerekek fejében, mennyire napra kész, korszerű tudásanyag van a fejükben,
és amit mondtam, milyen a munkaerkölcsük. Tehát ezen a kettőn tudunk változtatni, a gyerekek tudásanyagán, munkaerkölcsén, de abban bízni, hogy nagy mennyiségű kőolajat találnak a Balaton alatt, ebben nem lehet. Abban se, hogy valami pótolhatatlan ércet találnak, uránércet vagy valami ilyesmit. Tehát ebben nem lesz változás, úgyhogy csak ott tudunk változtatni, hogyha a mentalitásunk a munkakultúránkkal, a munkakultúránkon javítunk. Azt gondolom, hogy ez egy reális, és meg lehet találni azokat az egyes kis ágazatokat is, ahol élenjáró tudunk lenni. Sokáig ilyen volt az égőgyártás, hogy nem, ez a villanykörtegyártás. Ez sokáig ilyen volt. Ezt az amerikaiak is tudták, és azért az elsők között vették meg, és privatizálták a tungstramot, a General Electric. Úgyhogy az orvosi műszergyártásban is elég jók vagyunk. De nézze meg, személygépkocsit már 100 éve nem tudunk gyártani. A buszaink, például a buszok, amiket gyártottak, az Ikarusok, ezek a Volvo és a Mercedes buszokhoz képest nem versenyképesek. A Jonathan alma nagyon finom, csak éppen nem tartható el. Szóval nagyot fejlődött a borászat. Tehát például ez nem ez adja a nemzeti jövedelemnek a többségét. Ami a nemzeti jövedelem többségét adja, azok a nagy autógyárak. Ezeket sem mi találtuk ki, hanem mi vagyunk a beszállítók és mi dolgozunk ott. De hát a félperifériás országoknak mindenhol ez a sorsa. Szóval nem mi jelöljük ki az utat, mi alkalmazkodunk a feltételekhez, a lehetőségekhez, és akkor jó egy politika, ha ezeket optimálisan ki tudja használni. Szeptemberben a Szalon 20. évadának második félévét Forgács Attila gasztropszichológus Mohó Sapiens című előadása nyitja majd.